történelmi Erdély a Magyar Királyság egyik ország része volt, amelyet az államalapítástól a 16. századig a király által kinevezett és neki felelős vajda irányított. 1570 és 1711 között az oszmán törökök hódítása idején erdélyi fejedelemség néven a keresztény Európa és az oszmán birodalom közé szorulva részben önálló állammá vált. A függő helyzetet a török védnökség okozta, ami védelmet jelentett a hauszburgokkal szemben az állam különállásának megtartásához, cserébe viszont az erdélyi fejedelem évi tízezer aranyforint adóval és ajándékokkal tartozott a szultánnak, és külpolitikáját a török érdekeknek megfelelően kellett irányítania. Ennek biztosítékát az oszmán birodalom abban látta, hogy az erdélyi rendek által választott fejedelem személyét a szultánnak minden esetben jóvá kellett hagynia. A 16. század második felében létrejött erdélyi fejedelemség sajátos etnikai és vallási helyzetét több évszázados fejlődési folyamatok alakították. A becslések szerint a 16. század végén Erdélyben és a hozzá hozzácsatolt tiszántúli részeken, amit latinul parciumnak neveztek, egymillióan éltek. A lakosságot több etnikum, a magyarok, a székelyek, a szászok és a románok alkották. A 16-17. században a társadalom feudális aláfölé rendeltségi viszonyai a korábbi évszázadokhoz képest érdemben nem változtak. A társadalom felső 3-4 százalékos szűk csoportját a nemesek alkották, akik közül kiemelkedtek a báróknak nevezett főrangúak, akiket az uralkodó hűségükért és különböző szolgálataikért öröklődő címekkel jutalmazhatott. A 16. század viszontagságos körülményei miatt több régi főúri család elveszítette befolyását és vagyonát, számos köznemesi és néhány közrendű család pedig ekkor emelkedett fel. Közéjük tartoztak a bánfiak, a battyányak, a rákóciak és a veselények is. Az ekkor még döntően magyar származású bárók hatalma az óriási családi földbirtokokon és a betöltött közgyögi tisztségeken alapult. Azokon a területeken, ahol a birtokaik voltak, az uralkodó szinte mindig őket nevezte ki főispánná, a katonai kerületek főkapitányává, és a bárók közül kerültek ki a megválasztott erdői fejedelmek is. A politikai élet meghatározó elemét a vármegyék köznemessége jelentette, akik jogilag egységesek, de vagyonukra nézve tarkaképet mutattak. Számottevő birtokokkal és jobbágyokkal csak kevesen rendelkeztek közülük, sőt akadtak olyanok is, akiknek a nemesi címen kívül semmiük sem volt. Többségük valamelyik főrangúr szolgálatában állt. A török elleni állandó háborúskodás miatt kialakult két olyan társadalmi csoport is, amely jogilag a jobbágyok és a nemesek között helyezkedett el. A végvári vitézek és hajduk katonáskodásból éltek, és mással nem is foglalkoztak. Nemesi címmel ugyan nem rendelkeztek, de nem adóztak, és jobbágyi kötelezettséggel sem tartoztak senkinek bizonytalan eredetű, de magyar nyelvű és tudatú székelyek a Kárpát-hegység nyugati lejtőn éltek, és az erdélyi lakosság körülbelül 17%-át adták. Már az Árpád korban határvédelmi feladatokat láttak el, és a középkori magyar hadsereg elővédjét alkották. A helynevek tanulsága szerint eredetileg a nyugat és délmagyarországi határoknál éltek, csak később települtek át Erdélybe. Itt is elsősorban határvédő feladatokat láttak el, a katonáskodásért cserébe pedig autonómiát élveztek, és a magyar királyoktól kiváltságokat kaptak. A székely közösség élén a király által kinevezett széke ispánát, ő az erdélyi vajdától függetlenül irányította a hét székely széket, amelyek ugyanazt a szerepet töltötték be, mint a Nemesi Vármegyék. A székelyek hagyományos nemzetségi alapú társadalomban éltek, és kollektív szabadságjogokkal rendelkeztek. Személyükben szabadok voltak, adót nem fizettek, és tulajdonosai voltak a földnek, amelyen éltek. A székelyek, akik ismerték és használták a rovásírást, a katonáskolás mellett nagy állattartással foglalkoztak. Ünnepélyes alkalmakkor, önkéntes ajándékul, minden telek után egy-egy ökröt adtak az uralkodónak, és a felajánlott állatokat izzó vasbilloggal megjelölték. Innen származik az ökörsütés elnevezés. A hagyományos társadalom a 16. század közepére felbomlóban volt – és az elszegényedő, katonáskodni már nem akaró vagy nem tudó közrendű székelyek a gazdagabbaknál szolgálatot vállalva függő helyzetbe kerültek, vagy jobbágyi sorba süllyedtek. Igazi nemeseknek ezért csak a székelyőkelőket tartották, a közrendűek helyzete leginkább a szabad parasztokéhoz hasonlított. Az erdélyi lakosság 10%-át kitevő németeket az Árpádházi királyok több hullámban az 1241-42-es tatárjárás után tömegesen telepítették be az országba. A 16. századra dél erődített városokban nagy számban éltek, és távolsági kereskedelemmel, kézművesiparral foglalkoztak. Az ország szétszakítottságát és a kereskedelmi útvonalok átrendeződését bizonyosan megsínlették, de az ötvös munkáikra és a bőr- és ruhaipari termékekre belföldön és a két szomszédos román fejedelemségben is nagy volt a kereslet. A 16. századra a száz nemzet a magyar nemesekhez és a székely-székekhez hasonló jogokat vívott ki magának. Közösen egy összegben adóztak, saját maguk választhatták meg az előjáróikat, és a száz polgárok személyes szabadsággal rendelkeztek. A városaik, például Nagyszeben, Brassó, Besterce és Segesvár az ország legszebb, leggazdagabb települései voltak. 1437-ben az általános gazdaság és társadalmi elégedetlenség miatt felkelést robbantottak ki Erdélyben a magyar és román jobbágyok, akikhez a városi polgárok egy része is csatlakozott. Ekkor a magyar nemesek, a kiváltságos székelyek és szászok kölcsönös segítséget ígértek egymásnak és szövetségre léptek. Az erdélyi rendek kápolnai uniója a belső és külső veszélyek elhárítása miatt született, és évszázadokig érvényben maradt. Az erdélyi fejedelemség egy kamarás országgyűlésében ezért a vármegyék és a széke és a száz székek küldöttei is részt vettek. A lakosság körülbelül 33%-át jelentő románok szétszórtan kisebb településeken éltek, és leginkább a hegyekben pásztorkodással foglalkoztak. Nem alkottak sem területi, sem önálló igazgatási egységet, a vármegyék fennhatósága alá tartoztak. A Magyar Királyság 1541 utáni három része szakadásával és a politikai megosztottság állandósulásával egy időben a reformáció eszméi is elterjedtek. Bár kezdetben a magyar köznemesség kifejezetten elutasító volt az idegen tanokkal szemben, és országgyűlési határozatok fő és jószágvesztéssel fenyegették az új hit terjesztőit, a főúrak egy része érdeklődőnek bizonyult, sőt a 16. század végére már Magyarország túlnyomó többsége valamilyen protestáns hitelvet követett. A luteránus, kávinista és egyéb hitújító tanok terjedésének okai részben ugyanazok voltak, mint Európa többi országában. A vagyonos és befolyásos, elvilágiasodott egyház kritikája és a vallásfelfogás hívőkhöz közelebb álló újraértelmezése. A gyors terjedést segítette az ország állapota is. A mohácsi csatában a püspökök fele életét vesztette, a hódoltság területén a templomi és kolostori hálózat szétesett, és a magyar érsekek is kénytelenek voltak elhagyni egyházmegyéjüket. Ráadásul a protestáns prédikátorok a törököt Isten büntetésének tartották, amely a katolikus egyház vallási eltévejedésért sújtotta a magyarokat. Az elterjedés segítő fontos tényező volt még a kettős királyválasztást kísérő rivalizálás, amelyben a szemben álló felek számára a vallási hovatartozás kisebb jelentőségű volt, mint a támogatás megszerzése. Nem elhanyagolható körülmény volt továbbá az egyházi földbirtokok megszerzésének lehetősége sem, ami leginkább a főurak körében tette vonzóvá reformáció tanait, akik ezért külföldön tanult papokat vettek pártfogásukba, és megtehették azt is, hogy protestáns iskolákat, nyomdákat alapítsanak. A luteránus vallás elsősorban az erdélyi és szepességi száz városokban, továbbá felvidéki bányavárosokban terjedt el. A magyarok számára a Luther tanai túlságosan németesnek tűntek, ezért inkább a kávinizmus vált népszerűvé. A reformáció szellemi központjai közül Debrecen emelkedett ki, amelyet ezért kávinista Rómának is neveztek. A reformáció egyik legmeghatározó magyar alakja, Milius Juhász Péter református püspök volt, aki a kor legnagyobb hitvitázójának számított. A két nagy protestáns felekezet mellett Erdélyben és a parciumban a radikálisabb nézetű, szent tagadó unitárius vallás is elterjedt. Viszont nagy arányban megtartották katolikus vallásukat a székelyek, akik a városi központoktól távol saját igazgatásuk szerint éltek. A románság túlnyomó többsége a görög kereszténységet követte, a reformáció nem volt rájuk hatással. A protestánsok és katolikusok, valamint az egyes protestáns felekezetek között kezdetben heves hitviták zajlottak, később a szembenállások békés egymás mellett élésé szelidültek, ami itt tekintettel a korban zajló európai véres vallásháborúkra egyedülálló eredménynek mondható. 1568-ban az erdélyi fejdelemség országgyűlése tordán határozatot hozott a luteránus és kávenista prédikátorok szabad hirdetéséről. Később a katolikus, az evangélikus, a református és az unitárius felekezetek bevet vallások lettek, vagyis törvényvédte őket. A vallási tolerancia később kiterjedt az ortodox hitű románokra, továbbá bevándorló és letelepedni akaró zsidókra is, akik szintén szabadon gyakorolhatták vallásukat Erdélyben. Az erdélyi fejedelmek legnagyobbjai felismerték a műveltség és a kultúra fontosságát, ezért iskolákat alapítottak, könyvtárakat hoztak létre, és a tehetséges fiatalok külföldi és belföldi tanulmányait ösztöndiakkal segítették. A református oktatási intézményeket kollégiumnak nevezték, a leghíresebbek Sárospatakon, Debrecenben és nagyobb erdélyi városokban működtek. Az evangélikus iskolák, amelyeket líceumnak hívtak, hasonló szellemben és színvonalon, például Brassóban és Nagyszebenben jöttek létre az 1650-es években Sárospatakon tanított Johann Amos akit a világ első haladó szellemiségű pedagógusának tartanak. Ő rendszerezte először korának pedagógiai és módszertani elveit, valamint a diákság viselkedési szabályait. A művelt Erdélyben kezdte pályafutását apácai Csere János, aki Hollandiából visszatérve a 17. századi felvilágosult szellemi áramlatok közvetítésével, haladó pedagógiai módszerekkel folytatott oktatási nevelési tevékenységet. Magyar nyelven írt enciklopédiájával kísérletet tett arra, hogy rendszerezze a kor tudományos ismereteit. Erdélyből kiindulva jutott Hollandiába, a Misztótfalusi kis Miklós nyomdász, betűöntő és világhírű betűmetsző is, aki Erdélybe visszatérve korszerűsítette a kolozsvári nyomdát. Olcsó, de szép tipográfiájú olvasókönyvei, naptárai, szakácskönyve és 3500 példányban kinyomtatott magyar nyelvű bibliája nagy hatással voltak az erdélyi és a magyar kultúra fejlődésére. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára. Ha támogatásoddal segíted a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!